Üdvözlök mindenkit, köszöntöm a kedves nézőket! Ez itt a Magyar YouTube Történelem videósorozat 5. része. És ez egy igen színes rész lesz. Ugyanis, ahogy az előző részben beharangoztam, szó lesz olyan videósokról, akik igazán megosztóak voltak, akik megosztották a Magyar YouTube-nak a nézőközönségét. Szó lesz olyan videósokról is, akiket talán ma már szinte teljesen elfeledtek, pedig hatalmas hiba lenne, mert ekkoriban igen érdekes videókat készítettek. Valamint szó lesz talán az egyetlen magyar videósról, akinek az internet népe megbocsájtott. A végén pedig láthatunk egy kis összegzést, áttekintést erre az időszakról. Kezdjünk is bele! A magyar YouTube legmegosztóbb videósa. Ő az a videós, akit nagyon sokan szeretnek, ugyanakkor nagyon sokan gyűlölnek. Viszont ő volt az egyik, hanem a legelső magyar YouTube videós, és ráadásul még a mai napig is aktív. Hogy ki ő? Ő nem más, mint Deli Péter, ismertebb nevén Herbie. Hogy miért lett Herbie a legmegosztóbb videós? Egy szóban kifejezve a stílusa miatt. Nagyon sok embernek tetszik az, hogy rendkívül őszinte, tud tanácsokat adni, ugyanakkor képes megnevettetni a nézőit, valamint igen színes videókat készít. Viszont nagyon sok embernek nem tetszik a stílusa, pont azért, mert őszinte, és igencsak szókimondó, mert ez nagyon sokszor átmegy trágálkodásban, valamint nyíltan felvállalja az alkoholizmusát. Ugyanakkor mindkét tábor elismeri azt, hogy ő egy igen kreatív videós. Nagyon sokféle videót alkotott, és gyakorlatilag ő volt az, aki Magyarországon elindította a vlogolást. És ezen kívül rengeteg másféle videót is készített, ahogy előbb szó is volt. Csak hogy a legnépszerűbbekről szó legyen. Ezek voltak a filó videók, amiben egy-egy komolyabb témát boncolgatott, és esetenként tanácsokat adott a nézőinek. Vagy a fika videók, amiben pont hogy egy-egy témát azért vett elő, hogy kiidegeskedje magát. Vagy voltak például a Herbie vs. World, amiben kiment a természetbe, bemutatta a tájat, hogy merre járt, közben pedig úgy beszélt a nézőinek. Viszont a leghíresebb alkotás ez nem más, mint az Anyád sorozat. Ezzel szerzett magának úgymond hírnevet, mert ez Magyarországon tényleg egy egyedülálló sorozat lett. Viszont erről a videósorozatról majd még később lesz szó. Természetesen, ahogy az akkori idők videósai, így ő is ismerte Freddy D-t, és időnként kommunikáltak is egymással. Freddy D jó arcnak tartotta őt, bár saját elmondása szerint nem tudta úgymond követni pont amiatt, hogy rengeteg videót készített már ekkoriban is. Kölcsönösen is tisztelték egymást, ugyanis Herbie időnként, amikor felhozta Freddy D-t, akkor tiszteletesen beszélt vele, sőt az egyik videójában állítólag, például amikor a videóságáról volt szó, akkor elmondta, hogy sosem tudna olyan komoly, olyan tartalmakat készíteni, mint amiket ő, vagy például az előző részben említett Dancsó Péter készít. Ez neki nem az ő stílusa. Ugyanakkor érdekes és jó tudni azt is, hogy Herbie igazán segítőkész. És ez megmutatkozott Freddy D kapcsán is, amikor Freddy D elutazott Székesfehérvárra, és előtte szeretett volna egy-két információt kapni. Úgymond, hogy miket érdemes megnézni ottan. Herbie pedig készséges volt és segítőkész, és meg is hívta volna őt egy közös videóra, egy közös vlogolásra. Freddy D ugyanakkor erre nemet mondott, mert ahogy ő mondta, ez nem az ő műfaja. A korábbi videósokkal ellentétben, akikről már szó volt ebben a sorozatban, Herbie-nek a magánélete az gyakorlatilag egy nyitott könyv lett. Az életének szinte minden mozzanatát elmesélte, és csak egy nagyon-nagyon kicsi részletek vannak talán, amit pont hogy nem tudhatunk. Már hogyha egyáltalán van ilyen. Csak hogy a legfontosabb dolgokat megemlítsük. 1980. február 29-én született Tatabányán. A rendkívül nehéz gyerekkora volt az apja miatt. Rengeteget költöztek.
Az életének a legfontosabb állomásai között ugyanakkor Debrecen szerepel, Hajdúsámson és Székesfehérvár. Kezdetben erős áramú villamos berendezés szerelőnek tanult, ezt meg is tanulta, de aztán nem vizsgázott le. Viszont ugyanakkor van szakmája, ez pedig az élelmiszer és vegyi áru eladó, valamint később a multimédia szerkesztő. Ahogy korábban említettem is, Hörbi volt az egyik legelső magyar, aki felregisztrált a YouTube-ra és aki belekezdett a videózásba. Már 2006-ban regisztrált és egészen 2009-ig működött az úgymond Sámsoni csatornája. Erről a csatornájáról szinte nem is tudunk többet. Később aztán az idő előre haladtával feltöltött pár videót a Sámsoni csatornájának maradványairól. Azokról a videókról, amiket ekkoriban töltött fel. Ezek nagyon rövid, kicsi vlogok voltak például többek között. Majd aztán 2009 tavaszán létrehozta az új csatornáját. És ez a Fehérvári csatornája, ez lett az egyik leghíresebb, és ezzel futott be. Egy kis érdekesség még így a Hörbivel kapcsolatos rész végére. Korábban említettem már, hogy Freddy D. hány videósra volt hatással, hány embert inspirált, valamint úgymond hány embert fedezett fel. Valamint fedezett fel aztán később is. Ezek után pedig Hörbi volt a másik olyan nagy videós, aki nagyon sok videósra hatással volt. Beindította Magyarországon a vlogolást, amiután ehhez nagyon sokan kedvet kaptak. Ráadásul nagyon sok videósunkban neki köszönhetné azt, hogy ismert lett és népszerű. Ugye ebben a videósok táborába tartozik például Turi Tamás, Vitó Zsombor, vagy például Szefi, vagy például a 2013-os botrányok után lett csak még inkább ismert Good Like is. És ezek kívül még volt jó pár videós, aki felbukkant a videóiban, akikről sokat mesélt. Viszont nagyon sokszor Hörbi nem kapta meg emiatt úgymond a tiszteletet Freddy D-vel ellentétben. A másik ilyen megosztó videós, aki ugyanakkor rendkívül úttörő is volt, az nem volt más, mint Tirexi. Tirexi úttörő volt azért, mert gyakorlatilag ő volt az egyik, hanem a legelső magyar, aki HD minőségben töltött fel videókat. És az ő gameplayjeinek, játék bemutatóinak az lett a különlegessége, azért volt teljesen más, mert rendkívül magas grafikai beállításokon játszott. És így mutatta be a játékokat, hol kommentárral, hol pedig kommentár nélkül. Ugyanakkor rendkívül megosztó videós is volt. Egyrészt a számítógépe miatt, másrészt pedig a személyisége miatt. Ki is alakult egy szólásmondás, ez a Tirexi minőség. Vagy például olyan, mint a Tirexi. Ezzel kapcsolatban később Hörbi és Tirexinek volt egy beszélgetése. És megkaphatunk választ egy igen érdekes kérdésre. Magyarul megemlített, hogy igaz, nem egy Tirexi minőség, de most ezt nem tudtam magyarul venni, most ez most vagy jóra gondol, vagy pedig most éppen filmázni akart, tehát ezt nem tudtam összeállítani, hogy most mire is gondoltál konkrétan. Hát jó is rossz is, hanem azt mondom, hogy Tirexi minőség az azt jelenti, hogy egy kibaszott nagy szép felbontású játék, akkora halál, hogy FPS-sel, hogy ott még a szemed nincs olyan gyors, mint az FPS. De közben meg az, hogy nincs komment ugye a videók alatt, amit, amit nagy kérdés, és az lenne az első kérdésem, hogy miért nincs. Így akartad kijátszani, hogy ugye amcsik is tudják ugyanúgy nézni a videóidat, és többen értik. Most igen, ez a másik kérdés, tehát az amcsik dolog, ez tényleg van egy szinten megy, mert legtöbbször az amcsik komment, az amúgy kezdődik, hogy inkább sima videókat csinálják, mert hogy ebből semmit nem értenek. Tehát ez nekik nem kell, viszont ugye a magyaroknak meg pont ez az, hogy legtöbben meg azt kérik, hogy hát legyen mikrofonos, mert hogy ugye elbeszéltünk egy videó. Ez oké, minden, még azt mondom, hogy meg is csinálnám. De mivel elvették az egész kedvemet azzal, hogy mivel én nem budapesti vagyok, nekem nem szuper kijelentésem van, én vidéki vagyok, zalaegerszegi, akinek sajnos ilyen úgymond időzőben tett sokan osznák tájszólása van, tehát egy-két szót nem úgy mondok ki, mint a budapestiek, és ezt úgy kommentáltak, hogy én egy paraszt vagyok, meg ilyenek, és egyszerűen elvették a kedvemet a
az egész ilyen mikrofonos noktól, mert nem akartam a kommentekben azt olvasni minden másodikban, hogy te tajpar azt, te ezért, de hogy hívják, aztán inkább akkor nem lesz mikrofonos. Egy-két kivétel van, amikor egy-két ilyen bénább játék belül, vagy unboxing videó, vagy mit tudom én, de igazából nyilván nem izgat, mert egyre több a mikrofonos videó, meg a figyelj, csinálok alatt le lehet készíteni a hozzászólás, ennyi, meg van ott van mond. Hát Freddy tesz az, hogy nekem ők ilyen, ő tényleg sokat dolgozik, tehát ő azt mondom, ő valaki sokat dolgozik ezekkel, tehát az összes videót láttam, sőt többször is néztem már, és ő dolgozik. Én igazából annyira nem dolgozik a videókkal, mert tényleg sokan, sokan mondják, most mi a baj, nehéz, hogy megnyom a gombot az elején, meg megnyom a végén. A gépe az pedig igazi legenda lett. Már nagyon régóta szóbeszéd volt, hogy egyáltalán hogy telik neki pénze, honnan van neki pénze ilyen gépkonfigokat összeállítani. Korábbról már volt egy 2008-as videója, hogy nekem nem az első YouTube kontom, hanem nekem volt egy sima T-Rexia kontom, ami nem tudom már, hogy 2 éves volt már akkor. Hogy már 2008-ban is milyen konfigja volt, majd pedig 2009-ben jött a híres Korály 7. Amikor már megszerezte az i7-es prociát, és erről csinált egy több részes bemutatót az összeszereléséről. És ekkor megszületett a legendás videója, ami egyúttal nagyon híressé tette. Jó, célozzuk be, és akkor adios a Intel hűtő. Hoppá, hát ez széttörött. Nem hiszem, hogy olyan helyre, ahol úgy széjjel vágom. De az nem igaz. Ugyanakkor a személyisége is rendkívül megosztó lett. Ugyanis nagyon sok problémája volt többek között a Pro Hardware-en. Ahogyan lehet is látni, többször is kapott kitiltásokat. És itt nagyon sokféle indok van. Több egészen hihetetlen. Magánéletéről ugyanakkor tényleg nagyon keveset tudunk. Az egyik interjújából kiderült, hogy Zalaegerszegi, valamint az arcát soha nem vállalta fel teljesen, hogyha készített is videót, vlogot, akkor is kitakarta magát, bár aztán később úgymond lelepleződött, és az internetre felkerültek olyan képek, amiben már látható az ő teljes arca. Az internet nem felejt. És általánosságban véve elmondhatjuk, hogy nem egy megbocsájtó közeg. Viszont volt egyetlen eset. Ez a pedig az eset nem más, mint COD2 Gamer 96-é. 2008-ban már elkezdte a videózást, viszont ekkor még igen fiatal volt, és nagyon gyenge színvonalú videókat töltött fel. És az internet népe sem szerette őt. Lomi 11 aztán kijellemezte, az elemzését pedig nagyon sokan élvezettel megnézték, ráadásul ez alatt rengeteg kritikát is kapott ez a gyerek. Hány éves vagy, bazd meg? És mi ez a lülülülő? És miért vagy ilyen kibaszott nagyképű? Mi az a UFO aftermatch? Én olyat nem ismerek. Így kell kiejteni. UFO aftermath. Hát ez az UFO aftermatch. Hogy ez egy szar játék. Ez kukával. Hogy fogod a CD-t? Nem csodálkozok, hogyha nem megy a gépeden. És ezek után bemutatod a játék infóját, és ezekből honnan tudjuk, hogy a játék jó vagy rossz? Aztán a COD2 Gamer 96 csatorna után létrehozott szinte közvetlenül 2009 táján egy új csatornát. És itt újra megpróbálkozott a videózással. Viszont eleinte itt sem lett sokkal nagyobb sikere. Majd aztán elkészített egy bocsánatkérő videót, ahol őszintén beismerte a saját hibáit. Ebben a videóban elnézést szeretnék kérni, bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől. Rohadt hülye voltam, és nem értem, miért csináltam ilyen hülye sorozatot, meg hogy egyébként is hogy gondoltam ezt, hogy egy ilyen TDR 2000-es játékot kiigételenezni. Imádtam azt a játékot, csak egyszerűen kopizni akartam Freddyt, és hát hoppá, nem Freddyt, hanem Freddy-t, és hát igen. És nem csak, hogy beismerte a saját hibáit,
hanem elkészített egy videót, egy Lomi 11 elemzést. Viszont ez nem arról szólt, hogy jöjjön, akkor most visszavágok Lomi 11-nek. Nem, hanem ő is kihangsúlyozta, mondta, ezzel akarta volna promózni Lomi 11-et, és a videójából nem igazán úgy tűnik, mint hogyha haragudott rá. Sőt, igazából ebben is beismerte, hogy tévedett. Sziasztok, én Kat2Gamer 96 vagyok, és már ki fogom elemezni Lomi 11-et. Kezdjük is. Na jó, azért mégsem, azért ez csak poén volt, nem szeretnék se Lomi 11-el szembeszállni, mivel hát csípem, hát jó bulája van, meg jó videói. Se a rajongói valakik nem egy-ketten vannak, csak ilyen néven is el szeretném híreszteni azt a videót, amiben én ugye bocsánatot kérek mindenkitől nyilvánosan, és elismerem, hogy tényleg egy akkora parasz hülye bunkó hülye köcsög voltam. Érdekes, hogy nem csak Lomi 11 volt, aki úgymond kritikával illette Kat2Gamer 96-ot. Voltak más videósok is, például ilyen volt a Dragon Fighter. És ne készíts el ilyen videókat, ilyen hülyeségeket, mert provokálod magad. Az, hogy ne add fel. Te ezen a képen láthatod, feladnád, öngyilkos lennél, elveszed a reményt, hogy öngyilkos vagy itten ezen a képen. Bekereteztem a hibákat, és mondjuk azért kereteztelek be téged pirossal, mert provokálod magad. A Kat2Gamer 96-os csatorna kb. 2008-ig élt. A következő csatornája 2010-ig. Ezután még voltak más csatornái is, majd pedig jött az, ami neki elhozta az áttörést. És annak ellenére, hogy bár 2008-2009 táján nagyon sokan nem szerették őt, nagyon sokan nem szerették a munkáját, mert gyengék voltak, színvonala nagyon alacsony volt, mégis a későbbi időkre sokat fejlődött, tanult a hibáiból, és ma ő a magyar YouTube egyik legtöbb feliratkozóval rendelkező videósa. Igen, innen indult, és így született meg Lucky. Most pedig következzenek azok a csatornák, amelyek már szinte a feledés homályába merültek. Talán már csak nagyon kevés számú embernek, hogyha beugranak a nevek, hogy kik voltak ők, mikkel foglalkoztak, viszont nem kéne, hogy elfelejtsük őket. Az első ilyen csatorna az Korponaié. Korponaié ő egybemutatós volt, és a Kisjátékok nevű sorozattal futott be, és volt is egy kis ismertsége 2008 és 2010 táján. Az első ilyen videója, ami nagyon híres lett, az nem volt más, mint az Enchanted Garden. Ebből a videóból a rengeteg szófordulat megmaradt. Egyszerűen egy ikonikus videóvá vált, egy legendává. Nézzük is pár ilyen szófordulatot. Öt pályánként kapsz kertbe új dolgokat. Megmutatom kertemet. Eddig szar. Pad. Fák. Jó a játék. Itt idő van. Na ez most túl nehéz. Ráadásul Korponai elmondhatja azt is, hogy Vizorral Egyetemen ő is szerepelt a Rossz PC játékok sorozatban, a Lego Islandnek a bemutatójában. És bal oldalt a Kis Játékok gurúja. Sziasztok, én Korponai vagyok. Azt hiszem rosszul ezek. Te most nekem nehogy idehány. Fúj, anyám, hát így hogy vezessek? Aztán 2010-ben volt egy Yes No-s interjú, amiben őt interjúvolták meg. Honnan indult neked elve ez a gondolat, hogy elkezdjél ilyen kis játékokat bemutatni, vagy hogy egyáltalán videózni? Hát először a bátyám csinált egy videót a Rossz PC játékok, mert ő is látta a Rossz PC játékokat, és csinált egy videót. És az nekem tetszett, és akkor én is csináltam egyet. Ja, tehát a bátyád ihletett el az egészre, tehát nem Freddy D, hanem már így a bátyó, tehát így családban maradt a dolog. Tehát, hogy miért kisjátékokat kezdtél el bemutatni? Tehát, miért nem ilyen úgymond nagy játékokat, Zogán Ante nagy játékokat? Hát azt nem tudom. Hát csak van tehát valami esetleg... Nekifutásban így azt mondtad, hogy hát akkor most kisjátékok, most mindenki így izé... Nagy játékokat mutogatta, meg így előveted azokat, amik így kevésbé ismertek, vagy ez így hogy mennél? Hát nem tudom, ez a játék fent volt a gépen,
és akkor csináltam róla egy videót, és a bátyám megkérdezte, hogy névnek jó lesz a kis játékok, mondtam, hogy igen. Egyébként hány éves vagy most per pillanat, mert a profilodon neked 36 van, és hát az nem igazán tűnik valósnak. 13. 13. Akkor az így suliban 7., nem? 5. Igen. És ebből megtudhattuk, hogy 2010-ben 13 éves volt, tehát amikor a videózást elkezdtek, körülbelül 11 éves lehetett. Ugyanakkor évekkel később megpróbálta idézőesen remake-elni saját magát, és elkészítette az ikonikus Enchanted Gardennek a remastered változatát. Ám ez ugyanakkor nem hozott akkora ismertséget és akkora népszerűséget, mint a legelső videója. Sziasztok! Én Karbonai vagyok, és ma bemutatom az Enchanted Gardens! Itt kell írni a nevet, az én nevem Karbonai! Aztán azért volt egy-egy visszatérős videója, amiben jelezte, hogy ő tovább videózik, csak immáron másik csatornán. A másik ilyen csatorna, amely már a feledés homályába merült, az Patrick Star 01. Hogy ki a franc ő? Ő nem más, mint Józsi szemével a PC játékok sorozat. Ez azért volt érdekes, mert úgy mutatta be a játékokat, mint hogyha egy egyszerű úgymond falusi paraszt gyerek szemével látná az egészet. Így adott egy kis egyediséget, ez eszenciát, olyan beszólások voltak benne. Nézzük, próbáljuk, írjuk be, hogy Józsi, ez az én becsületes nevem, Józsi. Tegyünk be mellé ilyen kis a szimbólumokat, mert úgy láttam, hogy az olyan gizde is mindenki olyanokat tesz oda. Mi ez itten, tegyünk be ide, tanárom a képet, hogy tanuljanak ezek a városi emberek itten valamilyen kultúrát tőlem. Ó, lépcső. Mi ez egy mutás! Mami, mi ez? Mami! Ezt a sorozatot Lomi 11 is például kedvelte és megemlítette. Ma már csak 4 videója maradt fent, korábban volt pár még, de ezek valamiért eltűntek. Valamint érdekesség még talán azt tudni, hogy készült vele egy interjú, viszont sajnos most már ez is a feledés homályába ment. Ez 2010-ben történt. Valamint van neki egy blogja, ez még mindig megvan, valamint így archívumból vissza lehet keresni, hogy megpróbálják beindítani, és igenis komolyan gondolták, hogy csinálják, de végül is nem lett ebből az egészből komolyabban semmi. Így gyakorlatilag pár videó után a csatorna megállt. Hogyan lehetne a legjobban összefoglalni ezt az időszakot? Nos, azt már lehetett látni a videóban, hogy voltak olyanok, akik már 2006-ban regisztráltak a YouTube-ra. Például ilyen volt Dancsú vagy Hörbi. De igazából a magyarországi YouTube 2007-ben született meg, azzal, hogy Freddy D. feltöltötte az első videóját, a Mesterlövészt. Freddy D., illetve a Rossz PC játékok sorozat hatása pedig hatalmas volt, és gyakorlatilag beindult minden. Nagyon sokan kaptak inspirációt, és elmondhatjuk azt is, hogy 2010-re az alapok adottak voltak. Nagyon sokan abban a téveszmében vannak, hogy a magyarországi YouTube 2010-ben született meg. Nem, 2010-re minden kategóriában alkottak. Minden megvolt. Például nézzük meg, játékbemutatónál már ott volt Freddy D. Vagy például voltak gameplayesek, mint ahogy láthattuk, ott volt T-Rexi. Voltak női videósok is, mint Otalá. Voltak, akik paródiákat készítettek, mint Effekta. Voltak Gerizmód animációs videósok, akikről igaz nem beszéltem, de például ott voltak ők is. Ez volt a Gerizmód sötét titkai, akik szintén ebben az időszakban kezdtek bele a videózásba. Vagy például a filmek bemutatásában ott voltak a Bad Movies-os srácok, vagy 2009 végén elindult a Hollywood hírügynökség, úgymond az első 4 úgymond próbaadásával. Minden adott volt ahhoz, hogy elinduljon és felfejlődjön ez a közösség. Ez a közösség teljesen más volt. És amit még leginkább ki lehet emelni, azt, hogy ebben az időszakban a legfontosabb maga a videó volt. A videósok igyekeztek időtálló tartalmakat készíteni.
Nem az volt a cél elsősorban, hogy az ember az arcát mutassa, illetve elmondja a mindennapi életét, nem erről volt szó. Magáról a tartalmon volt a hangsúly. Természetesen fontos volt a képi megjelenítés már ekkoriban is, tehát nem számított menőnek a mobilla, például CIF vagy VGA-ba felvett videó, és Lomi 11 nagyon sok ilyet kijellemzett, de ugyanakkor, aki tudott vágni, és tudott egy normális felvevő programot használni, az már mindenképpen elmondhatja, hogy ha nem is volt Full HD, és nem is volt HD a videó, ettől függetlenül minőségi és jó tartalmat készíthetett. Bár ez az időszak 2006-tól 2009-ig tartott, a trend 2007-ben kezdődött el, és az még tovább tartott még egy évvel. És hogy miért tartott tovább még egy évvel? Illetve mi következett ezután? Mi következett 2010-től 2012-ig ebben a második időszakban? Erre a második időszakban előjáróban annyit lehet elmondani, hogy ekkor kezdett a mainstream igazából megszületni, és elkezdett átalakulni a YouTube egy teljesen más formában. Mondhatni, ez egy átmeneti időszak lett. Viszont erről majd a következő részekben majd többet fogunk majd beszélni. Nagyon köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte ezt a videót, és remélem találkozunk majd a következő epizódban is. Addig is a viszontlátásra!